Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a Krédó Katolikus Krónika, a Győri Egyházmegye hitéleti magazin műsora. Júniusban ünnepeltük Szent Lászlót. Itt a Magyaróvári Katolikus templomnál is található egy szobra, ezért most innen köszöntöm Önöket. Lássuk, mi lesz a mai műsorban. Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallás. Krisztus szentestének és vérének ünnepe a káptalan dombon. A Teremtő Istennek határozott célja van mindnyájunk életével. Pap és diakónus szentelés Sopronban. Örömhírre hangolva. Győr és Moson-Magyaróvár térségében is fogható a Magyar Katolikus Rádió. Teremtsünk rendet életünkben. Szent László király győri ünnepe. Erekkék vonzásában új kiállítás nyílt a Kolisszaceren. Tartsanak velünk az elkövetkezendő fél órában. Sorra érkeznek a hívek a soproni Szent Mihály templomba. A Székesegyház rekonstrukciója miatt 2021-ben ez a nemrég felújított templom adott otthont a pap és diakónus szentelésnek. A szentelési liturgia az evangéliumot követően a jelöltek kiválasztásával és bemutatásával kezdődik. Litz Csaba a szerpapság, Simon Dávid az áldozó papság rendjében kívánt részesülni. Lépjen elő, aki az áldozó pappá szentelésben kíván részesülni. Simon Dávid a Győri Egyházmegye szolgálatára. Jelen! A Teremtő Istennek határozott célja van mindnyájunk életével. Ezért legfőbb feladatunk, hogy megismerjük Isten akaratát. Gyakran körülményeink, adottságaink eligazítanak annak keresésében, hogy mi lehet az Isten szándéka, akarata velem. De a megismerés után feladatunk, hogy kövessük is a felismerést, Isten hívását. Egész életünkben tapasztalhatjuk, hogy Isten képességeinket meghaladó dolgokra hív, de csak azért, hogy nem magunkban, hanem Isten erejében bízzunk. Fogalmazott szentbeszédében Veres András megyés püspök. Sokféle élethivatás van ezen a világon, amelyek között a szerzetesi, papi szolgálat egészen sajátos. Többen a környezetük hatására nem merik követni, bármennyire érzik szívükben a hívást. Ma vannak bizonyos körök, akik igyekeznek hiteltelenné tenni, lejáratni az egyházi hivatásokat. De lássuk be, éppen sajátossága folytán maga az ember is, aki a meghívást érzi, nem egyszer fél pozitíven válaszolni a hívásra. Pedig tapasztalatunk lehet róla, és nem lehet kétséges számunkra engedni, hogy Isten teljesen lefoglaljon bennünket magának, ez az élet legészszerűbb tette. A prédikációt követően a szentelendők kifejezték szándékukat, hogy szabad elhatározásból szeretnének részesülni az egyházi rend szentségének fokozataiban, és megígérték, hogy szolgálatukat az egyház szándéka szerint fogják ellátni. Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak? Ezután a püspök atya elé járulva tiszteletet és engedelmességet fogadtak az egyházmegye mindenkori főpásztorának. Szent Ágoston püspök, könyörög értünk. A hívő közösség a szentek közbenjárását kérte, hogy a szentelendők nyitott szívvel fogadják a szent lelket, aki a szerpapság és az áldozó papság rendjében részesíti őket. A közösség a Minden Szentek litániájának eléneklésével azért is fohászkodott, hogy szolgálatok folyamán mindig hűségesnek bizonyuljanak. A szentelendők a földre borulnak, kifejezve ezzel az Isten előtti teljes önátadásukat, hogy újra felállva annak tudatában részesüljenek a szentrendekben, hogy Isten felfoghatatlan titkait meg nem érdemelt ajándékként kell fogadniuk. És akiket meggyőződésünk alapján a szent szolgálatra ajánlunk, szentelje meg a te áldásod.
A diakónus szentelés legfontosabb pillanataként a jelölt a főpásztor elé járul, aki a fejére helyezi kezét, és így esdi ki számára a szent lelket. A szentelő imádságban a megyés püspök azokat a kegyelmeket kéri számára, amelyek szolgálata ellátásához szükségesek. Az evangélium erények gazdagsága töltse el őt, a tettetés nélkül való szeretet, a betegekkel és a szegényekkel való törődés, a mértéktartó tekintély, az ártatlan tisztaság, s a lelki ember fegyelme. Ettől a pillanattól kezdve az új diakónus már elláthatja a püspök és az oltár szolgálatát, és hordhatja a szerpapok sajátos ruháját, a vállon átvetett stólát és a dalmatikát. Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Az evangéliumos könyv átadásával a megyés püspök az evangélium hirdetésével bízta meg Liszt Csaba Zsoltot. A papszentelés első aktusaként a püspök atya a szentelendő fejére helyezi kezét, és kézrátétele által hívja a szent lelket, és ad küldetést a jelöltnek. A jelenlévő papság készfeltétele pedig azt jelenti, hogy befogadják őt a papi közösségbe. A szentelő imádságban a főpásztor a teremtőtől azt kérte, hogy adja meg neki az áldozó papi méltóságot. Az apostolok mellé segítő társakat adtál, hogy az üdvösség művét hirdessék, és megvalósítsák az egész világon. Így már papi módra viselheti a stólát és a kazulát. Ezután jelképes szertartásokkal világította meg a liturgia, mire kap megbízást az újonnan szentelt. Őrizzen meg téged, hogy megszenteld a keresztény népet. A krizmával való megkenéssel Isten titkai elsősorban az eukarisztia számára foglalja le. Majd a szentmise bemutatására szánt adományokat adta át neki a főpásztor, hogy életében valóra váltsa mindazt, amit a szentmisében ünnepelni fog. Vedd a szent nép áldozati adományát, amelyet Istennek kell bemutatnunk. Ismerd fel, és kövesd is, amit teszel. Alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint. Mert ez az én testem, mely értetek adatik. Az új szentelt főpásztorával és az egyházmegye papságával együtt mutatta be a szentmisét. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Istennel vagy Istenről beszélni. Szentdomonkostól választott papi elmondatot Simon Dávid. Elsősorban azért választottam ezt jelmondatomul, mert tudni érdemes, hogy minden egyes emberi életnek az abszolút célja az Isten. És Isten életéből a szentségeken és az imádságon keresztül tudunk részesedni. Magyarán minél többet imádkozik valaki, minél jobban megnyitja a szívét az imádságban az Isten felé, annál inkább birtokba veszi Isten az ő lelkét, és részesíti az ő szent háromságos, csodálatos életébe. Magyarán egyre jobban neki ajándékozza Isten az ő szeretetét, bölcsességét és életerejét. Simon Dávid a Győri Székesegyház káplánja és a Prohászka iskola lelkésze lesz. Liszt Csaba Zsolt pedig a Győri Szent Imre templomban végzi egyéves diakónusi szolgálatát papszentelése előtt. Az a nagy-nagy öröm, ami évek óta hogy bennem van, és amire készültem 15 éves korom óta, most végre beteljesedik. Ez első fokozat, ez megvan, és hát Isten kegyelmébe ajánlva magamat, az ő segítségével próbálom majd az ő és a hívei szolgáltatát az egyházban majd híven szolgálni. Egy nagy-nagy öröm és egy mély hála van most a lelkembe. A szentelési szentmisén két ezüstmisés atya, Takács Ferenc győrújfalui és Sándor Gábor győrménfői plébános is koncelebrált. Thank you.
Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallás. A nagyheti gyász miatt nagy csütörtökön az utolsó vacsora napján nem tudjuk méltó módon ünnepelni az oltári szentség szerzését. Ezért a húsvéti ünnepkör lezárultával a Szent Háromság vasárnapját követő csütörtökön volt eredetileg Krisztus teste és vére főünnepe, amelyet az elmúlt évtizedekben már vasárnap ünneplünk. Minden vasárnap úrnapja, hiszen ezt a napot az Isten szeretetünk megújítására és embertársai iránti szeretetünk megerősítésére használjuk. Egyházunk szándéka ezzel az ünneppel, hogy Krisztus jelenlétét, az oltári szentség titkát egyre jobban megértsük, és mindennapi keresztény életünkben állandóan ennek tudatában tudjunk élni. Fogalmazott szentbeszédében Veres András, aki Aquinói Szent Tamást idézte. Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted. Istent, aki a szeretet, csak a szeretetben lehet. A szeretet gyakorlása által lehet megismerni egyre mélyebben. És az Eucharisztiában, az oltári szentségben ezzel az isteni szeretettel találkozunk. Később azt mondja Szent Tamás ebben a himnuszában, veszi egy és ezrek veszik, s mind egyenlőn kapja részit, mégis nem fogyatkozik. Krisztus, aki minden ember megváltásáért jött a világba, felkínálja önmagát az Eucharisztiában mindenki számára. Félek, hogy még mi hívők sem vagyunk mindig tudatában annak, mekkora ajándékot ad nekünk az Isten. Önmagát. Hogy életünk minden napján velünk legyen, köztünk legyen. Jézus ma is önmagát adja egészen mindnyájunknak, fogalmazott a főpásztor, aki elmondta. Papként legnagyobb problémának azt érzi, hogy nem mindenki keresi az Eucharisztiában köztünk lévő Krisztust. Sokan évekig nem járulnak szent áldozáshoz. Napjainknak egy másik súlyos hibája, hogy sokan esetleg súlyos bűn állapotában is mennek áldozni, mintha ez csak olyan közönséges cselekedet lenne. Pedig a bűnös éppen azért bűnös, mert nem Jézus mellett döntött. Tudva és akarva utasította el Isten szeretetét. Éppen ezért előbb rendezni kell Istennel a kapcsolatát, hogy újra szentáldozáshoz járulhasson. Az Eucharisztia nem egy talizmán, nem egy szerencsetárgy, amelyet ha magunkhoz veszünk, megvéd bennünket mindentől, hanem maga Krisztus. Ezért az Eucharisztia földi életünk legnagyobb kincse, hangsúlyozta a megyés püspök. A hívő ember, az igazán hívő ember a vasárnapi szentmisét is nem egy kötelességnek érzi. Ellenkezőleg egy újabb lehetőségnek arra, hogy újra áldozhatok, újra találkozhatok Krisztussal. Gyenge az a hit, amely a vasárnapi szentmisét pusztán kötelességnek érzi. Amíg van szentmise, azt gondolom, addig lehetünk nyugodtak, addig élhetünk békében, szeretetben, hiszen az Eucharisztia ünneplése, a Krisztushoz való járulás föltételezi, hogy készek vagyunk minden körülmények között, minden bennünket ért sérelmek ellenére egymásnak szívből megbocsátani. Újra kezdeni, újra és újra neki rendülni a jónak és a bűn elutasításának. Becsüljük ezt az ajándékot. Úrnapja sajátossága a szentmisét követő körmenet, amely az oltári szentség iránti tisztelet nyilvános kifejezése, és megmutatja az egyházhoz tartozást is. A Nagyboldogasszony székesegyház körül 4 oltárt állítottak fel. Krisztus királyt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe alatt, jöjjetek, imádjunk!
Mindegyiknél egy-egy evangéliumot olvastak fel a Szentmisén koncelebráló papok. Abban az időben, vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, csoda nyújtotta a tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Amit egy rövid könyörgés követett. Áraszd el szívünket mindenható Isten kegyelmed bőségével, és engedj bíznunk abban, hogy szent fiat földi halála által, amivel titokzatos szentség emlékeztek, megadod az örök életet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Majd az oltári szentséggel áldást adott Veres András megyés püspök. Az ünnep eredete a 13. századra nyúlik vissza. Az albigensek és a valdensek vitatni kezdték, hogy az oltári szentségben valóságosan jelen van Krisztus. Egy ciszterci apáca, Lütichi Szent Johanna látomásaiban kapott felszólítást, hogy legyen külön ünnepe az eukarisztiának. Közel fél évszázad múlva IV. Orbán pápa rendelte el az ünnepet, de ismét el kellett telnie fél évszázadnak, hogy a viennei zsinat újból felhívja a figyelmet úrnapjára. Attól kezdve gyorsan elterjedt és szinte a legnagyobb ünnep lett. Szent László ünnepén az újpécsi megyés püspök Felföldi László mutatta be az ünnepi szentmisét a Győri Bazilikában. A Nagyboldogasszony székesegyház megtelt hívőkkel. Az ünnep csak akkor ünnep, ha abban szeretet van, és abból többként megyünk tovább. A többi az buli, szabadnap, pihenés. Az ünnep az fölemel. Szentbeszédében Felföldi László arra kérte a résztvevőket, hogy tekintsenek Szent László királyra, és gondolkozzanak el aktualitásán. A pécsi püspök elmondta, Szent László király első feladata az volt, hogy rendet teremtsen. Legyen béke belül és erős határok kívül. Hol csúsznak ki az erőink a személyes sorsainkban, a családjainkban, a közösségeinkben? Az egyik, hogy belül nincs béke. Hogy belül nem találjuk meg az értelmét nagyon sokszor a mindennapi munkának, a mindennapi szolgálatnak és szeretetnek. Sokszor azt gondoljuk, a béke az azt jelenti a rend, hogy minden rendben van. Hogy nincs baj, nincs gond, nincs zavar. Szent László egész élete egy állandó küzdelem, és megpróbáltatás volt haláláig. Óriási feszültségek között élt. De mégis tudta és megélte, hogy ennek ellenére meg kell találni ennek a nemzetnek, ezen nemzeten belül a családoknak, az egyénnek az igazi életét és sorsát. Felföldi László papként a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében szolgált, amelynek, ahogy a püspökatyának is, a védőszentje Szent László. Mindig nagyon vonzott az ő példája, azt gondolom 7 tanos koromtól, és szerintem kevés az a fiú, akit nem vonz egy ilyen király a maga daliás létével, és az a hihetetlen értékkel, embersége, kereszténysége. Most, ugye én is új püspök vagyok, és újra gondoltam, és újra gondolom Szent László királynak az üzenetét, és most el is határoztam, egyesebben már dolgozok rajta, hogy valahol azt a lendületet, azt a szellemiséget átvinni, megerősíteni, hogy nem az a fontos, hogy mi van, hanem hogy mit tudunk kihozni abból a valóságból, amiben most élünk, és ebben szeretném nyilván
sokkal kisebben, sokkal egyszerűbben, de mégis követni Szent László királyt. A Pécsi Egyházmegyében is több templomot szenteltek Szent László tiszteletére. Valahol az ő példája a magyarságnak a léte, és ugyanaz a Pécsi Egyházmegyében ugyanaz a sok nemzetű világ van ma, amelyikben az egész ország területén Szent László uralkodott, hisz nem egységes magyarságról beszélünk sohasem, hanem több nemzet együtt. És azt gondolom, ez is hozzáad az ő példájával, az ő erejével, hogy ott vannak a horvátok, ott vannak a németek, de mégis együtt tudunk igazi egységet teremteni. A Szentmise végén megtartották a belvárosban a győriek fogadalmi körmenetét. 1763-ban a város örök időkig megfogadta, hogy a Szent László koponyáját őrző Hermát imádságos énekszóval körbeviszik Győrben, mivel a lovak király megmentette őket a földrengés idején. Komárom jelentős károkat szenvedett, még a győriek Szent László közbeni járására megmenekültek a pusztítástól. Háromszoros búcsújáró hely a győri Székesegyház. Itt őrzik Szent László Hermáját, a vérrel könnyezett kegyképet, és itt található Boldog Vilmos püspök szarkofágja. A főpap életét és vértanúságát bemutató kiállítás a közelmúltban nyílt meg. Most már látogatható a Szent László Herma és a könnyező szűzanya kegykép történetét és kultuszát bemutató tárlat. Örömmel kell mondanom, hogy amikor a Győri Egyházmegyébe érkeztem, magam is meglepődtem, hogy az egyházmegye területén mennyire fontos, nagy jelentősége van, mind a kegyképhez kapcsolódó búcsúnak, mind pedig a Szent László Hermához kapcsolódó búcsúnak. A kegyképet aztán az egész egyházmegyében, sőt, hát bőven azon kívül is ismerik és szívesen jönnek ide. A Szent László Herma búcsú az inkább a városnak a fogadalmi ünnepe, de mind a kettőről elmondható, hogy még a vallásos emberek is kevéssé ismerik csak. Éppen ezért láttuk szükségét annak, hogy legyen az Erekjéktől egy kicsit távolabb, de mégis egy biztonságos helyen egy olyan kiállítás, ahol ezeket az Erekjéket, ezeknek szakrális jellegét, történelmi múltját, jelenét jobban megismertethessük. A kiállítással nem csak szellemi, hanem lelki élményeket is szeretnének adni a Káptalan Dombra látogató zarándokoknak, turistáknak. Hogyha valaki információt kap arról, hogy mit lát, ettől sokkal mélyebb nyomot hagy benne, hiszen meggyőződésem, hogy aki hittel a szűzanya képe előtt, vagy akár a Szent László Herma előtt imádkozik, elidőzik, az valami egészen benső gazdagodást fog megtapasztalni, hiszen a kegyelem az sugárzik, de ha tudom, hogy ennek a kegyelem sugárzásnak milyen előzményei voltak már ezen a helyen, az már önmagában hitelesíti számomra azt, amit látok, és nem utolsó sorban az az élmény, ami bennem kialakulhat, az erősebbé fog válni. Szent László kultusza az egész Kárpát-medencében elterjedt. A kiállításon az is látható, hogy hol vannak még most is, és hol voltak korábban a lovak királyt ábrázoló falképek. Egy térképen végigkövethető Szent László koponya erekéjének útja Nagyváradról, Gyulafehérváron és Prágán át Győrbe. A tárlat egyaránt szól a hívőknek és a nem vallási turistáknak. Elég abban is belegondolnunk, hogy Komposztellába is szerintem nagyon sokan elmennek, nem csak katolikus hívek, hanem akár fiatalok, akár idősebbek, akik nyitottak a lelki megújulás fele. Én azt gondolom, hogy itt is erről van szó. Tehát amikor arról beszélünk, hogy reneszánszát éli a búcsújárás, azt gondolom, nagyon sokfajta és féle ember szeretne ebben részt venni, és azért ezek a tárgyak, műtárgyak, liturgikus tárgyak nem csak szakrális értéket hordoznak, hanem művészettörténeti értéket is. A Legenda Aurea Erekék vonzásában című kiállítás Győr egyik legrégibb lakóházában kapott helyet. Ez külön kihívás elé állította a szervezőket.
ha itt körbenézünk, láthatjuk, hogy ez egy kanonoki lakás, ami hát elsősorban nem kiállításnak épült, ebből adódóan itt egészen másként kellett a kiállításhoz hozzányúlni. Más eszközöket kellett, nem lehetett a falakhoz hozzá érni, hiszen ezek amúgy is műemléki hivatalára védettek, illetve hát nem is illik hozzájuk közel vinni azokat a tárgyakat, azokat a információkat, mert kettő nincsen korban, témában hasonlóság. A Káptalandom szívében nyílt meg a Café Kolisz. A felfrissítő finom kávé különlegességek és házi készítésű szörpök, sütemények mellett különleges kiszolgálásban részesülhetnek a vendégek. Down-szindrómával vagy autizmussal élők szolgálnak fel, ezzel is erősítve a katolikus egyház diakónia szolgálatát. Itt ezen a helyen őket foglalkoztatjuk mentorok és megfelelő segítőtársak által, hiszen ők lehet, hogy önálló munkavégzésre nem lennének képesek, viszont egy kis segítséggel kiválóan eleget tudnak tenni a munkaföltételeknek, és amit ennél sokkal fontosabbnak érzek, hogy ők is hasznosnak érezhetik magukat ezen munka által, hiszen a munkavilágában, a versenyhelyzetben biztos, hogy nem tudnának helyt állni, viszont itt ezzel a segítéssel mégis hasznosnak, fontosnak érezhetik az életüket, ez őket is boldoggá teszi. A 2016-ban megkezdett fejlesztések egy múzeumi negyed irányába mutatnak. 2022-re 7 kiállítóhely lesz a győri Káptalandomban. Emellett szállások várják a több napra érkezőket. De a kávézóban a győrieket is szívesen látják. Jó napot kívánok! 2004-ben alapította meg a Magyar Katolikus Rádiót a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, azzal a céllal, hogy az örömhírt az éter hullámain keresztül is hirdessék az embereknek. Amikor ez a rádió elindult a konferencia titkáraként, ott kellett bábáskodnom, hogy a házat megvásároltuk. Meg kellett terveztetni, hova kerüljön stúdió. 2021. júniusában pedig két új frekvenciával bővült a Magyar Katolikus Rádió vételkörzete. Győr, illetve Moson-Magyaróvár térségében is fogható már a rádió. Itt lehetőségünk nyílik, és megvalósulhat Jézus vágya. Mint püspökként nyilván nem is lehet nagyobb örömöm, mint az, hogy minél többen, akár nem vallásos emberek is hallhatják az evangélium üzenetét, illetve amit fontos hangsúlyozzunk, hogy itt nem csak az evangélium üzenete szólal meg, hanem úgy mondanám, hogy az evangélium üzenete sok szinten, sok formában, hiszen majdnem közéleti rádiózás, amit a katolikus rádió végez, tehát a kultúra, a híradás, a társadalmi élet, a színházi élet, a zenei élet, sok-sok területén vannak műsorai, vannak olyan adásai, amelyek azt gondolom, hogy a keresztény ember, de a keresztény értékrendre nyitott embernek is a vágyait kielégíti. Én nagyon bízok benne, hogy sokan lesznek hallgatói ennek az adásnak. Hiánypótló a Katolikus Rádiónak a Győrben való megjelenése. Győr nevében Pergele Elza üdvözölte, hogy a városban és környékén is hallgatható a Magyar Katolikus Rádió adása. Az alpolgármester elmondta, mindenkihez szólni fog majd ez a rádió. Nem megkülönböztető, nem kirekesztő vagy válogató rádió lesz. Olyan rádió, amit mindenkinek érdemes lesz hallgatni, és hogyha ezen keresztül el tudjuk vinni a saját üzenetünket, ami a kereszténység, a katolikus hit üzenete, akkor én csak hálás tudok lenni, és minden nap csak meg tudom köszönni a kollégáknak a munkáját, akik itt most dolgozni fognak. A Magyar Katolikus Rádió a nap 24 órájában sugároz, de az interneten is követhető, vagy éppen mobiltelefonos alkalmazással is hallgatható.
A rádiós regénytál például egy kimondottan kulturális műfaj, vagy regény felolvasás, vagy rádiójáték, hangjáték, ismert, kitűnő színészek, rendező közreműködésével készül. Ezek úgymond vidéki összeállítások. A teremtett világ az mindig valamiképpen valamilyen természettudománnyal foglalkozó, valamilyen természettudományos megközelítésben szól a világról. A mozgásban zenei összeállítás, általában könnyű zenei összeállítás. A hírek, most láttuk már legalább kétszer a híreket, a hírműsorok kora reggeltől késő estig végig mennek a napon, általában 3-4 percben és kétszer 20 perces hírösszefoglaló hírmagazin van. A fiatalokra is gondolnak, hiszen a legnépszerűbb csatornákon több mint 20 podcast is elérhető. A rádió főszerkesztője azt is elmondta, hétfőtől szombatig reggel 7 órakor szentmisét közvetítenek, délben elimádkozzák az úrangyalát, este a rózsafűzért, és vasárnap is hallgatható szentmise. Ám a műsoridő nagy részét nem a liturgikus műsorok töltik ki. Arra törekszenek, hogy műsoraikban integráltan legyen jelen az egyház. Aki ért magyarul, annak mindenkinek szól, és azt merem állítani, hogy aki minket hallgat, az nem marad le semmiről. Tehát az a híreinkben a gazdasági, a sport, a zenei, az ifjúsági, a családi, a környezetvédelmi, és még sorolhatnám, hogy milyen típusú műsorainkból, állítom, hogy mindent megtud, amit érdemes a világról megtudni, vagy fordító is mondhatnám, ami nálunk nincs, arra nem érdemes időt pazarolni. A Magyar Katolikus Rádió műsora Győr térségében az FM 96,4, még Mosonmagyaróváron és Vonzás körzetében az FM 99,7-es frekvencián fogható. Köszönjük szépen! Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Ez volt a Krédó Katolikus Krónika, a Győri Egyházmegye hitéleti magazin műsora. Friss videókért keressék fel YouTube csatornánkat, és iratkozzanak is fel rá. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!